Sziasztok! Ebben a mai részben azt a helyet fogom bemutatni, ahol már hát egy jó hete kempelünk itt Görögországban. És talán elmutatom, hogy eddig ez a legtutibb olyan hely, már főleg így, hogy az időjárás is kegyes hozzánk, így február 16-a táján már elég egy hete szinte teljesen ilyen napsütéses időnk van, már így 4 óra fele kellett felvennem egy ilyen, hát csak egy pulóvert, de rövidgatyás idő volt, nem fúj a szél, egy ilyen körbe védett ilyen tengerpartos részen vagyunk, egy ilyen, mi ez, cédrus vagy citrus, na mindegy, tehát ez a fenyőszerűség, ez a most nem jut eszembe a neve, na mindegy, itt vagyunk, és hát itt látszik, hogy mindenféle kiszállítós dolgok rá vannak állva az emberekre, mert mindjárt meg fogjátok látni, rengeteg lakóautó van itt. Mindjárt egy ilyen aszfaltos úton vezet be az út, a hely egyébként Cala Nero-tól egy ilyen 5-10 kilométerre található északra, és Caralia Beach a neve. Úgyhogy, na, induljunk is itt el visszafelé, és akkor nézzük meg, hogy nagyjából milyen gépcsodák, meg milyen autók parkolnak itt, mert van egy-két ilyen különlegesség, és itt mindjárt legelején fogunk rajta túlesni, bár most eléggé kint ülnek az emberek, de nem nagyon tudok oda menni, de majd mindjárt megmutatom. Na, induljunk is. Ez ott a biciklivel fogom csapatni. Elkértem Tamástól, és csapatok egy kört. Na mindjárt itt az elején, ahogy elindultunk, mindenféle reklámtáblák láthatók a fán. Kicsit körbe félkézzel kamerázok. És mindjárt itt a legérdekesebb rész, mindjárt itt az elején, egy úriember lakik itt egy ilyen sátras részen. Remélem nem kapok defektet. Hát egy ilyen kis autóval. És mindjárt itt jön a nagy attrakció. Csak vissza kell váltanom. És félkézzel, bocsánat, csak kicsit nehéz. Na és mindjárt itt, ha jövünk, akkor itt láthatjuk azt a lakóautót, amit még ilyet nem láttam én sem, hogy ilyen emeletes. És minden így kicsúszik egymásból. Mindjárt itt megvizitáljuk oldalról, pont ellenfény van. És akkor így egymásból csúsznak ki az elemek rajta. Jaj, mindjárt megesz valami kutya. Itt van ez ilyen, ez valamiféle FedEx-es autóból átalakított történet lehet. Egy régi merci. Jó, nem, kutyák közben itt szét akarnak szedni. Na. Oly, és már is mindjárt láthatunk egy Simpson Schwarbit. Meg valami régi merci, lószállító történet, ilyen ágyal a hátulján, slagok, minden itt kirakva. Na, mindjárt visszakanyarodunk az alapútra. Lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz az a videó, de szerintem úgy hát egyfajta ilyen lakótó vlog, vagy valami ilyesmi. Meg fogjuk nézni ezt a terepet, hogy mindenfelé ki van rakva, hogy menjél lassan, illetve hát ugye a dűnékre, amik ott kint vannak, majd mindjárt megmutatom a tengerpartot is egy részen, hogy oda ne hajtsunk ki. Na, és itt van, éppen töltik a vizet. Hát ülök kint. Itt is töltik a vizet mindenfelé. Itt van 3 ilyen vízállomás. Háj! Itt is, ja, még itt kihagytam valakit, valamit. És ha bejövünk, akkor láthatunk egy ilyen tűzoltó autóból avanzsált szerkezetet faktüzelési kályhával, és ilyen szép kis rikító színbe, hát maga nem nagy a bódé, de ilyen dupla fülkés, nem a legideálisabb. És itt mindjárt mellette egy ilyen hát szebb időket látott kis Toyota kisbusz, hát ki van már berhelve rendesen.
És ez így, hát a görögöknek szokásuk egyébként, hogy így itt hagynak így autókat. Mondjuk ebbe tudja, hogy valaki lakott. Hajdanán van. Na hát ez az. Na induljunk tovább. És ez a hely egyébként elég nyüzsi szezonban, ahogy megtudtam itt egy angolul is beszélő német úriembertől. Elég sok a német egyébként. Legtöbb része elmondható, hogy szinte német. Főleg az ilyen bekempelt embereknek, tehát akik ide vannak már állva régóta. De mindenféle vasak tényleg megtalálhatók itt, mondom még a sátrasoktól kezdve. Mindjárt bekenyerülünk ide. És akkor itt is állnak, itt is szokott állni valaki. Nekik itt is vannak is tanyájuk. Megöttem is itt. És akkor így tudunk kimenni a tengerpartra. Szerencsére elektromos bringával vagyok, meg jó nagy széles gumikkal, úgyhogy még relatíve a homokban is lehet vele azért menni, de annyira nem frankó. Na, aztán eddig tartott a tudomány. Na, és akkor így durván láthatjátok, hogy itt van az egész tengerparti rész, tehát elég nagy beach-e van. Egyébként infrastruktúrában nem sok minden van itt, tehát el kell menni elég messzire a városba, ha beszeretnénk vásárolni, mondjuk egy nagyobb áruházba, ilyen Lidl, vagy ilyesmi és társaiba, akkor egy 15 kilométert kell menni. Itt csak egy helyi kisboltszerű kocsma van, ami ilyen mindenféle ilyen szatócsból, tehát van alapvető élelmiszerek, de kenyér, sör, üdítők, ásványvíz, ilyesmi, krumpli, egy-két zöldség esetleg, de nagyon így más nincs. Viszont járnak ilyen helyi termelők, akik itt laknak a, gondolom, a környéken, és akkor van egy-két arc, mindig megjelenik újak, de van egy, aki rendszeresen jön minden nap, és akkor ilyen zöldséget, meg kenyeret, üdítőt, ilyesmit lehet tőle venni, hogy mennyiért, azt nem tudom. És ez a helyes szintet, mondom, a eddig ilyen legnépszerűbb, legpopulárisabb helynek tűnik itt Görögországban. Nem csak a Peloponnészoszi félszigeten, hanem úgy unblock az egészen. Na, induljunk tovább. Itt is van egy hely. Ne, itt parkolunk mi. Ja. Kéne elesni. Ne, itt állunk mi. Itt is ugye mindenféle ilyen érdekességek találhatók. Na, valaki szétütötte, vagy elvitte belőle. Itt volt egy ilyen pizzasütő kemence. Ez még eddig megvolt, de valakinek úgy néz ki, kellett belőle a kémény. Illetve itt volt egy lakókocsi is. Aha, meg is van. Hát ez inkább szomorú, mint sem érdekes, de azért megmutatom ezt is. Van ilyen is. Na és akkor ez így... Jaj, ez így itt van hagyva. Itt az enyészetnek. Igazából már mindenki van szedve belőle, ami fontos lehet. Kis asztal, kis szekrény. Volt itt kályha. Valaki itt lakott. Az ablakok már összetörve. És akkor még ilyen kis... Ezért vannak itt, azért mondom, ilyen furcsa dolgok. Nem nagyon. Tegnap egyébként jöttek itt a rendőrök az egyik szomszédhoz, aki ilyen sátrakkal van, de aztán utána elmentek, nem tudom. Eddig még nem láttunk egyébként rendőröket itt. És maga ez a part, ez itt végtelen hosszan elnyúlik. Megindulok itt egy kicsit
lesz itt egy ilyen kutya horda, ami hát mind biciklivel, mind autóval meg szokta ugatni az embert, úgyhogy azokat inkább megpróbálom itt kikerülni. Ugye itt van a mi placunk, minden megyek gyorsan, mert szól a zene és azt nem szedik, valamint a YouTube. Na, és itt van egy újabb tábor, ide csak azért nem megyek be Kerol, itt van egy víztöltőhely. Ilyen kis mosogató, zuhanyzó meg van csinálva. Nem álltam meg, de itt látszik, hogy ezek a németek itt be vannak ide kempelve. Gyakorlatilag végig. Na, ettől féltem, hogy itt jön a kutya. Szerencsére most nem kattantak rám annyira, mert itt megy valami francia autó, de mindjárt inkább lemaradok egy kicsit. Na és itt, ahogy kiérünk a placra. Hello! Hogy kiérünk a placra, itt mindenfele parkolnak lakók, jobbról és balról is. Na, jövök jobbról, elkerüljük a franciát. Remélem nem fogok eltaknyolni a homokba. Itt ezek, itt ez ilyen német banda, ahogy nézem, hogy hát itt nagy részt. Jaj, ez itt vakvágány, úgy látom. Hey. Itt is áll valaki. Nem tudom, ez a csávó mindig itt mászkál ezzel a trailerrel. Hoztak egy tranzitot, visztak egy tranzitot, nem tudom. Hey. Nem tudom, ezek itt mit csinálnak. Mindenki köszön mindenkinek. Amit most átvágok, itt egy kicsit lesz egy kis keményebb terep, ha jól tudom, de remélem félkézzel átbírok menni. Húha! Egy kicsit azért. Jó, hát nyilván egy ilyen e-bike-kal nem nagy gond. Na, és akkor itt is állnak végig. Hát itt talán, ami említésre méltó, az itt a végén lesz ez a kék busz. Mert még talán az a Mergyó is. Látjátok, itt szárodnak a ruhák, minden. Farmerek. És itt egy ilyen, hát az ellenfényben nem tudom mennyire látszik. Egy ilyen merci busz, ami talán így jobban látszik, lehet, hogy visszafele kéne kameráznom inkább, mert jobb lenne a fény. De hát úgyse az igazi, mert a tenger felől süt, szóval így se úgyse jó. Na, folytassunk utunkat itt jobbra. Itt is mindenfelé ilyen terepjárós gépcsodák. Na mindjárt, már most idáig felvettem, de lehet, hogy akkor végig tekerek és majd visszafele veszem fel. Akkor éppen valaki zuhanyzik a háttérben. Hát egyébként standard kocsik vannak, egy-kettő volt, amit így jónak láttam, és nem azt érdemes lenne megvizitálni. Na, mindjárt akkor végig tekerek, és majd visszafele felveszem őket. Vagy így esetleg, nem tudom, hogy így mennyire látszik. Sajnos a GoPro-nak a szöge se a legjobb, vagy nem a legideálisabb a betekintési szöge. Remélem, hogy azért a szélzaj miatt is fogtok hallani valamit, bár azért annyira durván nem fúj a szél. Jó van, jó van.
És akkor ez itt egész végig, egész hosszan folytatódik. Közben itt már a tavasz mutatja első jeleit, és ilyen kis rózsaszín virágok nyílnak a réten. Balra ismét egy ilyen mentőautószerűség, jobbra egy transporter, már ellenfényben. És akkor ez itt végig is, de végig még, hát egy, még egy jó kilométerig itt tart. Nyilván szezonban, tehát nyáron itt ez halál. Hát látjátok mekkora plac van, akkor az erdei helyek azok kincset érnek. De így február 16-a táján is, hát itt most eléggé jó idő van már. Éjszaka azért úgy visszahűl, amikor lemegy a nap, de a napközben elég kellemes. Jóga óra Filippel. És elvileg vannak itt valahol magyarok valami tranzittal. Tegnap találkoztunk velük így átfutóban, és ők is ilyen Európa körúton vannak, ha jöttem olaszból jöttek. Itt is álkin valaki. Jó nagy kémény kályhacsővel. Itt is végig tengerparti rész. Itt Görögországban kerékpározás kapcsán van egy ilyen kis szúrós izé, ilyen kis pici valamilyen van, ilyen, olyan, mint a súlyom, ha ismertek a Tiszatóról, csak ez még durvább, és ilyen kis apró, és nagyon hamar tönkre teszi a gumit. Úgyhogy, hát Tamással amúgykor elmentünk, és az ő biciklién, vagy hát ez is az övé, de a másik biciklién két defektet is kapott. Azt a részt kikerülöm, mert valakik sétálnak nagy kutyákkal. És lassan elérkezünk egyébként a parkoló végéhez. Valahol itt. Közben itt a görög fiatalok is sütkéreznek. Csak úgy személyautókkal ők is érzik már jó időt. Legalábbis a felüdülést az elmúlt időkből. Valahol itt ér véget a sor. Az utolsó lakóautóval. Pontosan abban az utolsóhoz. Az ott áll bent a ház mögött. Mint az már egy kicsit olyan pofátlan. Ott. Itt is egy ház. De még itt lehet megállni, ez a beach másik széle. Na most biztos, ami biztos, azért felveszem visszafelé is. Na hát, ha ott az ellenfény miatt, vagy már mint hogy az eddigi ellenfény miatt jobban fog látszódni. Szóval összességében nagyon tetszik ez a hely. Tényleg már itt lehet sütögetni, meg minden. Persze bizonyos korlátok között, de érdekes, hogy szemét az szinte abszolút nincs. Tehát ez mindenképp nagyon jó, hogy nincsenek mindenfelé PET palackok, meg ilyenek. Hát vannak ilyen lyukak az erdőben ásva, ugye, hogy itt a sátrasok, meg hát mindenki el tudja végezni a szükségletét, de még mindig jobb, mint tehát nincsen így szana szét össze-vissza. Na hát értitek, mire gondolok. Na és közben nem tudom, most mutatom akkor megint, hogy így, hát ha így jobb lesz a kép. Mármint, hogy a fény miatt. Na, meg egy kicsit közelebbire is vettem a figurát. Mármint a lencsét, hogy elvileg így
Na jó, mondom, most félkézzel fogom, tehát azért nézzétek el nekem, hogy most már a GoPro elég jól ki. Elsőnek erre a szilikon valamire akartam itt rárakni, és egy ilyen csipesszel, és ahhoz képest, hogy a kamera mennyire mozog, elég jól bírja. Egész jól kiveszi a rázkódást. Hát azért úgy gondolom, hogy így jobb lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy a videónak volt-e, vagy lesz-e eleje, vagy igazából az első részben rakom-e. De ha mindegy ismert, ha nem, akkor ezt én nem fogjátok látni. Na szóval itt egy ilyen útkarbantartó kocsiból avanzsált osztrák banda, ha jól nézem. Kicsit némileg hippi style van. Jó ez a mező. Mögöttünk a hegyek. De sok minden nem lehet egyébként itt csinálni a környéken. Egy-két vízesés van itt a környéken, de mindenképp mondom, ezek a csapok, meg ez a környezet, meg hogy nem szól senki semmit. Ez nagyon, nagyon jó. Nekem legalábbis nagyon tetszik, de úgy látom, hogy más embereknek is, mert sokan vannak ide úgy bekempelve. Tehát németeken is látszik, hogy azért úgy járnak le ide, hogy na, tehát akik ott állnak például mellettünk, hogy ők úgy letávoroznak, és akkor tudják, hogy mi a jó hely. Na, szem ott állnak ők a magyarok, ők nem. Majd később megvizitálom őket. Egy köszönés erejéig. Semmi extra, két furgon. Igazából a legjobbak a legelején voltak, amiket ott mutattam az elején, ugye a másik irányból. Kb. Így a placnak az egynegyedénél állunk. De azért szép nagy hosszú plac. Néha elég is kitölteni itt a dumával. Még mindig csak jövök. Szóval múltkor drónoztam is egy kicsit, majd biztos bevágom ide valahova, majd látjátok rész alatt, hogy mégis mekkora ez a parkoló. Nyilván azóta már cserélődött némileg a légkör, meg ugye van, akik elmennek, visszajönnek. Azért is nem megyünk most innen tovább, mivel eléggé szélvédett a hely, és hát konkrétan mondom, még ilyen jó helyet nem találtunk sehol, Görögország szerte. Bár rengeteg hely van, ahol le lehet állni a partra, ugye, mint említettem, hogy le lehet állni közvetlen a tengerpartra, de ott nagyon sok esetben fúj a szél. Itt pedig valahogy olyan szélvédett. Sokszor itt is van egyébként, hogy kint a parton fúj, és itt fent nem, vagy nem annyira. Nyilván a hegyek is, meg úgy minden helynek, ugye, ahol ilyen hegyek, völgyek vannak, megvan a mikroklímája. Na és most próbáljuk meg innen elől támadni. Itt az első úton. Itt az előbb nem jöttem. Az csúnyán megverte a jég, ugye itt a piros busz, amit az előbb, hát vagy láttatok, vagy nem.
Ja, nem, ők a magyarok szerintem. Láttam a rendszámot. Itt ez egyébként, ez tök jó néz ki, ez az M1. Ez nagyon frankó néz ki. És akkor itt mindjárt vissza is érkezünk oda, ahol parkolunk. Na, hát ennyit erről a helyről. Mondom, nekem személy szerint, meg úgy az egész csapatnak ez jött be eddig a legjobban itt Görögországon belül szerintem. Jó, ez nyilván köszönhető az időjárásnak is, de hogyha egyszer erre jártok ti is, akkor látogassátok meg ezt a helyet mindenképp. Úgyhogy, de ugyanakkor vigyázzatok a természetre, mert tényleg nagyon tiszta a hely. Úgyhogy csodálom is, hogy a görögök megtűrik itt ezt a dolgot. Bár szezonban elvileg néha vannak itt is azért rendőri intézkedések, de szerintem kultúrált keretek között, hogyha maradunk, akkor nem lehet baj. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett ez a kis bájkos vlogszerűség. De tényleg annyira jó volt a feeling, hogy úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen, hát nem túlszerkesztett videót, csak egy ilyen, mégis egy ilyen bike vlog, vagy egy ilyen körutazást ezen a parkolóban. Ha emlékeztek, még valamikor Malagán is volt ilyen, az volt hasonlóan nagy, vagy legalábbis teljesen más feeling ez egyébként, de mindegy, ott voltak ilyen sokan, úgyhogy azért is csináltam meg ezt. Na, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, minden jót nektek, ha tetszett, akkor az én, ne felejtsetek el egy lájkot nyomni, sziasztok!